Sziasztok, Tomsza vagyok, és ez itt a Freestyle Foci Trikipédia. A mai napon a maga ellenőrű trükköt szeretném megtanítani nektek, ami egy kettős kerülés lábetétellel. Meg is mutatom. Ezt a trükköt két részen lehet fejben lemondani, hogyha könnyebben akarod megtanulni. Az első része egy ilyen ATV-szerű mozdulat, amit meg is mutatok. Ennél a résznél azt kell ugye gyakorolnod, hogy a felhúzás minél könnyebben menjen, ez segíti elő. A másik trükk, amit szeretnék megmutatni, az pedig igazából egy ATV-nek is vehető trükk, ami az a lényeg, hogy minél gyorsabban visszafele bekerüljél a labdába. Mutatom még egyszer. Első rész. Második rész. Ezt a kettőt kell mesterien elsajátítani, és utána jöhet maga a trükk. A magellán trükknél kicsit oda kell figyelni arra, hogy elkerüljük a hibákat. Ezek a hibák lehetnek például, hogyha túl magasra húzzuk fel, és akkor nem lesz időnk a lábunkkal normálisan kerülni. Ezt megmutatom is, hogy hogy nézhet ki rosszul. A másik hiba pedig, amikor túl alacsonyan húzod, akkor meg annyira gyorsan kellene, hogy ez már szinte lehetetlen, és azért rontják el sokan. Megfelelő magasságban, megfelelő gyorsasággal. Két hasznos tippem van. Az első az az, hogy amikor próbáltok, akkor a kerülésnél esetleg kicsit tegyétek kiebb a lábat, és úgy visszakerülni, egy kicsit kényelmesebb lesz így a dolog. Másik tippem meg attól függően, hogy milyen stílust sajátítotok el, tehát hogy befele csináljátok a trükköket, vagy kifele. Ugye ez a magellán is egy olyan dolog, hogy bármilyen irányba lehet csinálni, ugye lehet befele-befele. Kifele-kifele. Beki. Kibe. Remélem hasznos tanácsal láttalak titeket. Sok gyakorlás is meg lesz a trükk. Sziasztok!